Nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat és jelenlétükkel megtisztelik a bálunkat, hiszen szükség van a létszámra, az alapítvány támogatására. Itt is szeretném megköszönni azoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik adományaikkal, tombolatárgyaikkal segítették alapítványunk munkáját és a mai rendezvény sikerét. Kezdte köszöntőjét dr. Temesvári Tamás, a Karcagért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, majd megköszönte dr. Fazekas Sándornak, az alapítvány megálmodójának, megalapítójának és 27 éve támogatójának a segítségét, valamint Szepesi Tibor polgármesternek a mai rendezvényhez nyújtott támogatását és a Dirini munkatársainak a bál szervezéséhez nyújtott segítőkész munkáját. A bevételeket a kulturális hagyományoknak megfelelően és az alapítvány hagyományainak megfelelően a Dériné Kulturális Központnak fogjuk felajánlani. Hogy milyen célra, az még nem dőlt el pontosan, vagy a működésükhöz a szervezési programot segítjük ebben, vagy pedig előfordulhat az is, hogy mint korábbi éveknek megfelelően valami felújítást kell végeznünk a teremben. Itt például ebben a díszteremben aktuális lenne lassan a függönynek, a bordó függönynek a cserélése, mert az már aktuális lett. A Karcagiakon kívül két külhoni testvérváros fogadta el a meghívásunkat, Székelykeresztúr és Bácskosútfalva. Ott a tanácselnök úr jött el, és a delegációja, itt pedig Koncz Hunor János polgármester és a delegációja. Több tízmilliós nagyságrenddel segítettük. Csak bele kell gondolnunk, hogy a Karcag-Beregfürdő kerékpárútban is nagyon sokat segítettünk anyagilag. Mindig attól függjen természetesen, hogy hogy állunk anyagilag. Akkor a Karcag kerékpárút kisvízszállási úti szakaszát is és fejlesztettük, most a karbantartásba járultunk hozzá, és annak én a kutatóintézetig tartó kerékpárutat is mi segítettük anyagilag. Nagyon régen, 2018-ban volt utoljára közéleti bál Karcagon. Tudjuk nagyon jól, hogy a közbenső időben nagyon sok nehézséget kellett leküzdenünk nekünk és a városnak is, de most itt vagyunk, fogalmazott köszöntőjében Szepesi Tibor polgármester. Egy közéleti bálnak több apropója is van. Nyilván az egyik az, hogy valami fajta jótékonysági kezdeményezést tudjunk támogatni. Így lesz ez a mai napon is. A másik apropója az, hogy ne csak mindig az íróasztal mellett találkozzunk üzleti tárgyalásokon, megbeszéléseken, amikor a város életéről, a különböző fejlesztésekről, beruházásokról kell egyeztetnünk, hanem egy fehér asztal mellett, kellemes vacsorával, szabadon, és én azt gondolom, hogy mosolyogva is tudjunk egyeztetni kötetlenül a mai napon is, nyilván egymással is, és önök is ott az asztalok mellett egymással. A harmadik apropója pedig az, ahogy itt végignézek az arcokon, valóban a karcagi közélet színe javát a legelhivatottabb karcagi polgárokat köszönhetem itt az asztalnál, akik nagyon-nagyon sokat segítettek a városnak, és nagyon sokat dolgoztak a városért. A saját vállalkozásokban, a saját tevékenységük során, hiszen ahogy végignézek, szinte minden munkáltató, munkaadó fejlesztette a saját környezetét. Látjuk, hogy micsoda munkahelyteremtő beruházások vannak. És nagyon sokat segített ezzel együtt a városon. És nem csak ezzel, hanem azokkal a különböző adományokkal, lehetőségekkel, amelyekkel az oktatási nevelési intézményeket, óvodákat, bölcsödéket, iskolákat, egyházakat, a különböző önkormányzati rendezvényeket támogatták és segítették az elmúlt években. Úgyhogy a harmadik apropója, amiről beszélni szeretnék, az a köszönet, amellyel Karcagváros önkormányzata, Karcag lakossága tartozik önöknek. Úgyhogy én szeretném megköszönni mindezt a támogatást, együttműködést, amelyet az elmúlt években nyújtottak. Én bízom abban, hogy ez az együttműködés hasonlóan töretlen és jókedélyű lesz, és a város fejlődését, a város intézményeinek, kulturális életének, sportéletének a fejlődését fogja segíteni.
Az est folyamán a zenét a Happy End Band zenekar biztosította. Fellépett Vladimir Erofiev artista, a fővárosi nagy cirkusz művésze és Tolvaj Reni előadó művész énekes is.